Köszöntöm a testület tagjait, az ülésen megjelenteket. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy Héra József és Kis Tamás önkormányzati képviselők hivatalos elfoglaltságaik miatt a mai ülésen nem vesznek részt. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert 7 képviselő jelen van, az ülést megnyitom. Javaslom a képviselőtestületnek, hogy a meghívó szerinti napirendeket tárgyalja meg, azzal, hogy tűzze napirendjére az önkormányzati vagyoni ügy című előterjesztést 27-es napirendi pontként, a lenti Mesevárovoda pedagógiai programjának felvizsgálta című előterjesztést pedig 28-as számú napirendi pontként. Megkérdezem, van-e más napirendi pontra javaslat, tisztelt képviselőtestület? Nincs. Amennyiben nincs, aki a javasolt napirendek közül az önkormányzati vagyoni ügy című előterjesztést 27-es számú napirendként elfogadja, kézfeltartással jelezze. Egy hangú igen, köszönöm szépen. És aki elfogadja, hogy a lenti Mesevárovoda pedagógiai programjának felvizsgálatát 28-as számú napirendként vegyük fel a napirendek közé. Egy hangú igen, köszönöm szépen. Aki a napirendet a javasoltakkal együtt elfogadja, kézfeltartása jelezze. Egy hangú igen, köszönöm szépen. A napirendek tárgyalása következik, tisztelt képviselőtestület. Első napirendi pont a polgármester tájékoztatója. Előadó a polgármester, a tájékoztatót írásban kiadtuk. A két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről következőkben szeretnék tájékoztatást adni. Hivatalos tárgyalások tekintetében 2 alkalommal tartottam soron kívüli testületülést. Fogadóra keretében lenti állampolgárokat fogadtam. Több alkalommal tartottam helyszíni szemlét a városban. Cigány Tibor ügyvezető úrra a városüzemeltetési ügyben többször egyeztettünk. A hivatal munkatársaival és a lenti és vidéke fejlesztési ügynökség közhasznú non-profit Kft. Munkatársaival többször egyeztettem az aktuális pályázatokkal kapcsolatos tennivalókról. Fórumok, rendezvények területén június 27-én aljegyzőasszonnyal közösen folyamatban lévő perünkkel kapcsolatban egyeztettünk az Oppenheim ügyvédiroda képviselőivel Budapesten. Június 28-án lenti polgármesteri hivatal dolgozóit köszöntöttem köztisztviselői nap alkalmából. Június 28-án ugyancsak lenti város önkormányzat és dr. Hetés Ferenc szakorvosi rendelőintézet Semmelweis napi rendezvényén ünnepi beszédet mondtam, elismeréseket adtam át, a rendezvényen részt vettek a képviselőtestület tagja is. Július 1-én a lenti zöldváros kialakítása pályázat keretében megvalósított játszótér üzemeltetésével kapcsolatos egyeztető megbeszélést tartottam. Július 2-án lenti belvárosi kerékpárforgalmi létesítmények pályázat keretében megvalósult közlekedési létesítmény forgalomba helyezési eljárás helyszíni szemlén vettem részt, a lenti 75-ös számú Főkinizsi utca kereszteződéséből kiindulva. Július 2-án játszóterek kialakítása lentiben pályázat keretében megvalósult játszóterek utófelülvizsgálati eljárásán vettem részt Bárszent Mihályfán, Mumorban és Lenti Kápolnán. Ugyancsak július 2-án TOP plusz projektek megvalósításával kapcsolatban egyeztettem Lent és Vidéke Fejlesztési Ügynökség közhasznú non-profit Kft. Ügyvezetőjével Kovács Károly úrral. Július 4-én házi orvosokkal egyeztettem a rendelők üzemeltetésének témakörében. Július 5-én a Városi Művelődési Központ, valamint a Városi Könyvtár épületének TOP plusz pályázat keretén belül tervezett felújításával kapcsolatban egyeztettem. Július 8-án Víg László országgyűlési képviselő úr érkezett lentiben, és a képviselőtestület több tagjával városunkban tett kerékpáros szemlét, ennek keretében megtekintettük az elmúlt időszak fejlesztéseit. Július 11-én belterületi kerékpárút fejlesztés lentiben pályázat keretében felújított Bánfi utca záró műszaki átadás átvételi eljárásán vettem részt. Július 16-án
Pályázatunk eredményeképpen a városunkba érkezett a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny zsűrije, a szakemberekkel együtt őket köszöntöttem városunkban, illetve körbe kísértük őket a város területén, ahol megtekintették a zsűri által fontosnak tartott területeket. Július 17-én megújuló lenti pályázat előkészítése kapcsán egyeztettem a Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Profit Kft. Munkatársaival. Július 19-én a Cross Culture Toolkit magyar-horvát pályázat megvalósult tevékenységeiről, eredményeiről adtam interjút a Szent Gotthárdi Városi Televíziónak, akik érdeklődnek a pályázat eredményei iránt, és szeretnék ezt településükkel megismertetni. Július 19-én Bölcsőde Lenti intézményében tettem látogatást, egyeztettem intézményvezető asszonnyal. Ugyancsak július 19-én az MB3-as tekebajnokság eredményhirdetésén köszöntöttem a Vas és Zala vármegyei csapatokat, és átadtam a díjat a Margarita tekézőben, gratulálunk ezúton is a második helyezést elért csapatnak. Július 21-én a Lenti Egyi Búcsú rendezvényein vettem részt. Július 28-án Lenti Város önkormányzatát képviselve Drávesz Gyula alpolgármester úrral a 45. alkalommal megrendezett négy város labdarúgó torna döntőjét tekintettük meg Celldömölkön, és bár megjelent azóta a sajtóban is, szeretném mondani, hogy a csapat a második helyezést, az ezüstérmet szerezte meg ezen a tornán. Július 29-én délelőtt Lenti Gyár utca és a Táncsics utca közötti szakasz csapadék vízelvezetés kapcsán tartott helyszíni bejáráson vettem részt a MÁV ZRT szombathelyi igazgatóságának képviselőivel, Lenti polgármesteri hivatal munkatársaival. Délután megtekintettük a TOP Plusz pályázat keretében megvalósítandó parkolóhelyek helyszínét, többek között a rendelőintézet melletti helyszínt is, ugye, ahol még lehet látni, hogy az elmúlt beruházásnak a deponált anyagai találhatók, hamarosan ezeknek az elszállítására is sor kerül, hiszen a kivitelező cég erre kötelezettséget vállalt. Én úgy gondolom, hogy ott is majd a TOP Plusz pályázatban vállaltaknak megfelelően meg tudjuk kezdeni a munkálatokat, és az a terület is majd jól szolgálhatja a város megnövekedett gépkocsi állományának parkolását. Július 31-én Rosta Gyulával, a Zalaerdő ZRT vezérigazgatójával egyeztettem Nagykanizsán. Augusztus 1-én Lenti Torna Egylet vezetőségével egyeztettünk utánpótlás központ kialakításának lehetőségéről. Augusztus 2-án Rózsa Tamással, Volánbusz ZRT forgalmi üzemvezetőjével, a jegyzőasszonyra egyeztettünk a Volánbusz közlekedési ZRT és Lenti Város önkormányzat közötti Lenti Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás tárgyú közszolgáltatási szerződés tartalma tekintetében. Augusztus 4-én a Konkoly Lovardánál meghívásukra megnyitottam a Zala vármegyei kettes fogadhajtó bajnokságot, és köszöntöttem a megjelent nézőket, fogatókat és a fogatók tulajdonosait, a lósport kedvelőit. Augusztus 5-én Lenti Torna Egylet cégközpont kialakításának lehetőségeiről egyeztettünk Szekeres Szabolcs Zala vármegyei labdarúgó szövetség elnökével és Horváth Elemér klubfejlesztési mentorral. Augusztus 10-én Máhonfai városrészben tartott búcsúi rendezvényen vettünk részt Cigány Ádám úr meghívására, képviselőtársunk meghívására, alpolgármester úrral a rendezvényt meglátogattuk, megtekintettük, és gratulálok a rendezvényhez.
Augusztus 12-én fenntartható városi mobilitási terv, ez a SAMP rövidítve témakörben tartott online konferencián vettem részt. Augusztus 13-án önkormányzat jogi képviseletét állító iroda szakértőivel és felszámoló biztossal konzultáltunk Budapesten. Augusztus 17-én Szépkorúak civil szervezete és a Civil Nyugdíjas Klub közös rendezvényén vettem részt meghívásukra a Helyi Értékek Háza gasztroudvarában, és köszöntöttem a megjelent tagságot és a vezetőket is. Augusztus 18-án Lendván az államalapítás tiszteletére szervezett ünnepi szentmisén vettem részt, majd Lenti Város önkormányzata képviseletében koszorút helyeztem el a Szent István szobornál. Augusztus 20-i városi ünnepség alkalmából ünnepi szentmisén vettem részt, majd ezt követően ünnepi beszédet mondtam, és megszegtem az új kenyeret Lentiben a templom téren, a művöldési központ előtt. Ugyanaznap a kérésemre Dobronakon városunkat Héra József képviselő úr képviselte, és koszorúzott Dobronakon az augusztus 20-i rendezvényen. Augusztus 21-én a Lenti Kistérség Többszülött Társulása Társulási Tanácsa ülését vezettem Lentiben. Augusztus 27-én a Lenti Mesevár óvodai intézmény vezetőjével egyeztettem. Augusztus 28-án Lent és térsége Vidékfejlesztési Egyesület munkatársaival egyeztettem. Ugye ez mai nap volt már, és ugyancsak ma fogadtam Farkas Ildikót és két munkatársát a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatósága részéről. Hivatalomban fogadtam, és a Művelődési Intézettel való kapcsolattartás továbbfejlesztéséről esett szó. Tisztelt képviselőtestület, teljesség igénye nélkül köszönöm a figyelmet, és kérem tájékoztató megvitatását, elfogadását. Van-e kérdés, kiegészítés? Alpolgármester úr. Köszönöm, polgármester úr, csak egy rövid kiegészítést szeretnék tenni. Polgármester úr említette a megvalósítandó parkolóhelyeknek a helyszíneit. Szeretném hozzáfűzni, hogy Lenti városában ingyenes a parkolás, és ezt az állapotot a közeljövőben, illetve a továbbiakban is szeretnénk fenntartani, mind a helyi lakosok, mind a turisták nagy megelégedésére. És a közeljövő fejlesztési terveiben, mint ahogy a polgármester említette, ez a két helyszín, a bíróság mögötti, valamint a rendelőintézet mögötti terület. Én úgy gondolom, hogy ezzel jelentősen nő a parkolóhelyek száma, és javulni fog a minősége természetesen. Úgyhogy köszönöm szépen, és ezt gondolom az adott dologba, illetve annál a napirendi pontnál, ahol erre majd lehetőség lesz a képviselőtestület, valamennyi tagja ezt egyöntetően támogatni fogja. Köszönöm szépen. Köszönöm a polgármester úr. Dr. Fekete Zoltán képviselő. Polgármester, szintén ehhez a témakörül szeretnék csak hozzászólni. Kérdésemre polgármester úr már nagy vonalakban, illetve nagyjából válaszolt, tehát a konkrét kérdésem csak arra irányulna, mivel nagyon-nagyon várjuk mi is azt a 102 plusz férőhelyet, ami a rendelő mögött alakul ki két mozgássérült parkolóval, meg a rendkívül kulturált környezetben történő parkolást, tehát mindenféleképpen ezt a pályázati megvalósításával kell megoldani. Polgármester úr említette, hogy az ottani törmelék elszállításával kapcsolatban egyeztetett már. Ezzel kapcsolatban szeretném csak kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban konkrét időpont, illetve egyeztetés, terminálás van-e? Azért is lenne lényeges ez a kérdés, mert a rendelő parkolása szempontjából addig is, amíg a térkőburkolatos parkoló el nem készül, jó lenne, ha ott is még tudnának az autók parkolni, és ezügyben szeretném csak kérdezni, hogy körülbelül az ottani törmeléknek az elszállítása a céggel való egyeztetések kapcsán, az körülbelül milyen idővallomban számítható, ha egyáltalán erről tudunk valamit. Igen, egyeztettünk a csapadékvíz projekt megvalósítását végző céggel, amelyik ott deponál
még felhasználható anyagokat, ugye, ami ott van, hát egyrészt föld, másrészt pedig betontörmelék, ezek mind felhasználásra kerülnek az ő részükről, de voltak, illetve vannak még olyan anyagok, amelyek új állapotúak, vannak bontottak. Ezekből már időközben használtunk is fel a város területén átereszekhez. A tájékoztatásuk alapján egy hónap, amik ezt eltransportálják onnan. Én megígérem, hogy figyelemmel kísérjük ezt a műveletet, és szorgalmazzuk azt, hogy ott minél előbb rend legyen. Ugye, hát sajnos a ilyen mélyépítési munkálatok, amelyek itt folytak nálunk, ezek meg hála Isten, hiszen ugye a csapadékvíz rendszer javítása területén lényeges előrelépések történtek, de hát ugye ezzel együtt keletkeznek bontási anyagok, van kiemelt talajmennyiség vagy földmennyiség, és ezeknek az elszállítását akkor intézni kell. Tehát közben, amit lehetett, azt visszatermelték, de mindig jelentkezik igény. Ugye az érdekes az, hogy képviselő úr is tudja, abban a pillanatban, hogy onnan eltűnik, biztos, hogy lesz 4-5 jelentkező, aki majd meg azt kérdezi, hogy hát ebből a földből, ami ott volt, hát ebből úgy vittünk volna ide-oda és amoda. Tehát ha valakinek ilyen igénye van, akkor polgármestert keresheti, ebbe megpróbálunk segíteni. Természetesen ugye csak olyan minőségű talajt, illetve földet helyezhetünk el, amely utána balesetmentesen és gond nélkül felhasználható, művelhető, füvesíthető. Hát azért erre ügyelni kell. A többinek pedig megvannak a szabályai, hogy hova kell szállítani és hogy lehet felhasználni. Ugye ez pedig a kivitelező cég dolga, ők ezt a szerződésben vállalták is. Köszönöm szépen a kérdést. Én köszönöm a választ, polgármester. Van-e még kérdés, tisztelt képviselőtestvér? Gáspár Lee. Én nekem nem kérdésem van, hanem csak egy hozzászólásom, ami arra utal, hogy amikor lenti város önkormányzata egy bármilyen építkezést, fejlesztést elkezd, az ugyanúgy történik, mint bármelyik családi háznál, amikor fejlesztés, építkezés van. Vannak törmelékek, vannak átmeneti helyzetek, amiket meg kell oldani. Jelen esetben itt ennél a kivitelezési munkánál le kell rakni a törmeléket, el kell helyezni addig, amíg ez meg nem oldódik. Én szeretném ezzel a témával kapcsolatban megkérni a lakosságot, hogy legyen türelemmel. Amikor a különböző köztereket felújítottuk, és történtek az átalakítási munkák, ott is volt egy átmeneti helyzet, amikor nehezen közlekedtek, akadályok voltak, az emberek türelmetlenek voltak, de amikor elkészült, akkor pedig mindenkitől azt hallottuk, hogy milyen gyönyörűek lettek a közterek. Tehát amikor a város fejleszt, akkor az ugyanúgy fog történni, mint otthon, amikor családi háznál vagy bármilyen háznál fejlesztés történik. És kérem a lakosságot, hogy tolerálják ezt az időszakot, ugyanis amikor ez majd véget ér, akkor utána fog következni a parkolók kialakítása, a parkolók létrehozása, ami megint egy nagyon szép eredmény lesz, de ezt az átmeneti helyzetet mindenkinek ki kell bírni és tolerálni, mert ez otthon sem történik másképp, és a város vezetése sem tudja ezt a helyzetet másképp megoldani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Van-e még kérdés, esetleg hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, aki a polgármester tájékoztatóját elfogadja, kérem készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk a polgármester tájékoztatóját. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestet. Az első napirendi pontot lezárhatjuk tehát. Második napirendi pont következik. Lenti város önkormányzatának 2024 évi költségvetéséről szóló rendelet módosítás előadó a polgármester. A napirendet megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, egyébként szokás szerint az előterjesztést írásban kiadtuk. Tisztelt képviselőtestület,
a 2024 évi költségvetést az előteresztésben szereplő tételekkel szükséges módosítani, a bevételi oldalon működési célú támogatások, működési bevétel, felhalmozási célú támogatások kerültek beillesztésre, államháztartáson belül finanszírozási bevétel, a bevételek összességében 550.663.000 forinttal nőnek, ugye ennek megfelelően a kiadási oldalon személyi kiadások, munkaadó terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó kapcsolódik, dologi kiadások történnek, néhány javítási szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, közvilágításnál, illetve gyermekorvosi körzetnél szerepelnek összegek, lenti televízió szolgáltató Kft.-vel kapcsolatos támogatási összeget találhatjuk itt. Külterületi közutak fejlesztése pályázati előleg szerepel menne, és ezen kívül ugye a támogatási céltartalék, általános tartalék, beruházások szerepelnek, amelyek időközben elvégzést nyertek. Itt a csapadékvízelvezetés, közvilágítás képítés területén felújítások, egy-egy tétel, egy felhalmozási célú kiadás van, finanszírozási kiadás összesen, tehát ugyanúgy, mint a bevételeknél, ugyanaz a szám szerepel. Az intézményeket külön én nem ismertetném, mindegyiknél bevételi kiadási oldalon ugye természetesen azonos összegek szerepelnek. Általában a államháztartáson belüli támogatásokat szerepeltetik, illetve a kiadások oldalán azokat a dologi, személy és dologi kiadásokat, amelyek az elmúlt néhány hónapban megtervezést nyertek, tehát ezeket kell most realizálni. A rendelet tervezethez előzetes hatásvizsgálat és indoklás kerül csatolásra a törvény előírása alapján. Az előteresztést megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is. Megkérem elnök urat, szíveskedjék ismertetni bizottság véleményét. Köszönöm, polgármester, tisztelt képviselőtestület. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalt és a rendelettervezetet elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Van-e kérdés a rendelet tervezettel kapcsolatban? Mellékleteivel kapcsolatban. Van-e hozzászólás, kiegészítés? Amennyiben nincs, aki a rendelet tervezetet elfogadja, készfeltartásra jelezze. Egyhangú igen, köszönöm szépen. Kettes napirendi pontot lezáratjuk, hármas napirendi pont következik. Az önkormányzat közigazgatási területén lévő önkormányzati és állami fenntartású intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata. Előadó Ferenczi Róbert, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke, az előterjesztést és a rendelet tervezetet írásban kiadtuk. Megkérem elnök urat, hogy a napirendet terjessze elő, és ismertesse a bizottság véleményét is. Köszönöm, polgármester, tisztelt képviselőtestület. A lenti város önkormányzata feladatellátási körébe tartozik a lenti általános iskola és gimnázium, Arany János és Vörös Marti Mihály tagintézménye, az Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, Lámfalusi Sándor Szakképzőiskola, Móricz Zsigmond egymi érkeztetési feladata, melyet a gazdasági ellátó szervezet lenti intézmény lát el a bölcsőde lent, és a lenti meseváróda vonatkozásában pedig a bölcsőde lenti biztosítja. A gazdasági ellátó szervezet vezetője, az intézmény nyersanyag normák és intézmény térítési díjak 2024. szeptember 1-től mértékű emelésre a javaslatát megküldte. Az eddigi nyersanyag normák változatlanul hagyását javasolja valamennyi önkormányzati fenntartású intézményben 2024 és 25-ös tanév első fél évében. Az önkormányzat tagintézményeiben foglalkoztak közalkalmazottak részére
javasolja az eddigi bruttó 300 fontos kedvezmény megtartását, így az alkalmazotti térítési díj korábbi 827 forint plusz áfáról 945 forint plusz áfára, azaz bruttó 1050 forintról 1200 forintra emelkedne. A bölcsőde lenti vezetője is megküldte javaslatát az intézmény nyersanyagnormák és intézmény térítési díjak tekintetében. A beérkezett élelmiszer nyersanyag beszerzési pályázatokban megajánlott nyersanyag árak összességében kiegyenlítik egymást, ezért nem tartja indokoltnak a jelenleg érvényben lévő bölcsőde és óvodai térítési díjak emelését. 2023. szeptember 1-től az óvodai és bölcsődei térítési díjak az alábbiak szerint kerültek megállapításra. Négyszeri bölcsődei étkeztetés esetén 690 forint per fő per nap, valamint háromszori óvodai étkeztetés esetén 675 forint per nap per fő. A bölcsődei gondozási intézmény térítési díja, hogy az önköltségszámítást tartalmazza az előterjesztés, elég részletesen. A bölcsőde lenti vezetője 2024. szeptember 1-től a bölcsődei gondozásra megállapított intézményi térítési díj összegének 25%-kal történő emelését javasolja, mely a bölcsődei gondozás napi intézményi térítési díjának 500 forint per fő per nap összegben történő megállapítását jelenti. A bölcsődei alapellátáson túli szolgáltatások vonatkozásában pedig 2023. szeptember 1 napjától időszakos gyermekfelügyeletre napi intézményi térítési díj 500 forint per fő per nap összegben került meghatározásra, mely összegnek 2024. szeptember 1-től 600 forint per fő per nap összegre történő emelését javasolja a bölcsőde lenti vezetője. A játszócsoport vonatkozásában, ami 2023. szeptember 1 napjától a napi intézményi térítési díj 600 forint per fő per nap összegben került meghatározásra, az összeg emelését 2024. szeptember 1-től 700 forint per fő per nap összegre javasolja. Kérem a tisztelt képviselőtestületét az előterjesztés megvitatni és a rendelettervezet elfogadásra. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztés megtárgyalt és a rendelettervezet elfogadásra javasolja. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, a szóbeli összefoglalás. Van egy kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban elnök úrhoz. Van-e hozzászólás, vélemény, javaslat? Amennyiben nincs. Akkor aki a rendelet tervezetet elfogadja, készfeltartása jelezi. Egyhangú igen, köszönöm szépen. Hát a hármas napirendi pontot lezárhatjuk, négyes napirendi pont következik. Lenti város önkormányzata képviselőtestületének a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló 29/2012 harmadikó 29 önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előadó a polgármester, az előterjesztést és a rendelet tervezetet írásban kiadtuk. Tisztelt képviselőtestület, csak röviden az előterjesztés apropója közigazgatási területfejlesztési minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkárának ellenőrzési munkaterve, illetve annak az igénye, hogy azokat a területeket is, amelyek helyi jelentőségű védett természeti területként szerepelnek az önkormányzat részéről, hogy ezeket is a törvény alapján, amely ugye kimondja, hogy ez az ország jellegzet és különleges természeti értékekben gazdag kisebb összefüggő területe, és ennek a védelme is fontos. Tehát ezt is rendeletileg szabályozni kell a törvény előírásának megfelelően. Tulajdonképpen a rendelet ezt tartalmazza, ennek a módosítását javaslom a tisztelt képviselőtestületnek. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is. Megkérem elnök urat, ismertesse bizottság véleményét. Köszönöm, polgármester, tisztelt képviselőtestület, a bizottság az előterjesztést megtárgyalt és a rendelet tervezetét elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, tervezett rendelkezésre áll. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény, javaslat?
Aki a rendelet tervezetet elfogadja készfeltartással jelezze, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk a rendelet tervezetet, illetve a rendeletet. A négyes napirendi pontot lezárhatjuk. Ötödik napirendi pont következik, tisztelt képviselő testület. A hátrányos halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatásáról szó rendelet felülvizsgálat előadó dr. Fekete Zoltán, egészségügyi és szociális bizottság elnöke. Az előterjesztést, rendelettervezetet írásban kiadtuk. Megkérem elnök urat, hogy a napirendet terjessze elő, és ismertes az egészségügyi és szociális bizottság véleményét is. Tessék elnök. Tisztelt polgármester úr, pályázati forrásokból, kedvezményezett járásokban, így például Lenti járásban is, és Lenti városában is lehetőség nyílt a hátrányos, illetve halmozott a hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi előmenetelének támogatására egy ösztöndíjrendszer kialakításával. Ezen ösztöndíjrendszer kialakítását Lenti városában több mint 210 millió költséggel lett megvalósítva. Pályázat fizikai befejezésének napja 22-21 június 39 volt. A fenntartási jelentés idén május 31-én a napján elfogadásra került, így a rendelet hatályon kívül helyezése indokoltá vált. Ez nem azt jelenti, amennyiben ez a pályázati forrás megszűnik, hogy Lenti városában nem tudjuk támogatni a további tanulmányokat, hiszen biztosítja Lenti városa ösztöndíj támogatások formájában egyrészt helyi ösztöndíj támogatásokkal a felsőoktatásban tanulókat, másrésztről pedig a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíjrendszer keretében továbbra is tudjuk támogatni a tanulókat. Az egészségügyi bizottság elfogadta a napi rendi pontot, és a testületnek is ajánlja elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van egy kérdés elnök úrhoz? Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, vélemény, javaslat. Úgy látom, nincs, aki a rendelettervezettel egyetért készfeltartással jelezze. Igen. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk a rendelettervezetet, a ötös napirendi pontot lezárhatjuk, hatos napirend következik, tisztelt képviselőtestület. 2024 évre szóló gödlőfejlesztési terv módosításának jóváhagyása előadó polgármester előterjesztést, a mellékleteket és a határozati javaslatot írásban kiadtuk. Tisztelt képviselőtestület, a vízi közmű szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései alapján kell elkészíteni ugye a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében gördülő fejlesztési tervet 15 éves időtartamra. Ezt természetesen időszakonként át kell tekinteni, és ezt véleményezi az önkormányzat. Az Észak-Zalai Víz és Csatornaműz ZRT megküldte augusztus elején a 2024 évre vonatkozó felújítás és pótlási fejlesztési terv módosításának tervezetét a lenti szennyvíz, illetve víziközműrendszer tekintetében is. Szeretném hozzátenni még, hogy az Alavíz ZRT ez évben támogatásban részesült az üzemeltetésében lévő közművek felújítására, rekonstrukciójára kell fordítani. Ennek eredményeképpen több munka bekerülhetett a 2024 évi tervezetbe, és ez ebből a víziközmű fejlesztési és ellentételezési alapból kerül majd finanszírozásra. Az előterjesztés mellékletei részletesen tartalmazzák a felújítási és pótlási terv munkáit 2024 évben. Én úgy gondolom, hogy ezt tételesen most nem olvasnám fel, hiszen általában azoknak az elemeknek a cseréjéről, felújításáról van szó, amelyeket a vízmű, mint üzemeltető fontosnak ítélt, és ugye örvendetes, hogy a forrás, amit kapott a felújítási, illetve karbantartási munkákra a vízmű lehetővé teszi azt, hogy a felújítási és pótlási tervben szereplő munkák később évekről, tehát a
2025-26-ról is átkerülhetnek ebben az évben. Ezek szerepelnek az előterjesztésben, tisztelt képviselőtestület. A mellékleteket is kiadtuk, tulajdonképpen ebben áttekinthetők a munkálatok. Én javaslom a határozati javaslatnak az elfogadását. A napirendet megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. Megkérem Ferenczi Róbert elnök urat ismertesse a bizottság véleményét. Köszönöm, a bizottság is a határozati javaslatot támogatta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm. Van egy kérdés a fejlesztési tervvel kapcsolatban? Hozzászólás, vélemény? Ki a határozati javaslattal egyetért készfeltartással jelezze? Igen. Egyhangulag elfogadtuk a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. A 6-os napirendi pontot lezáratok, 7-es napirendi pont következik. Tisztelt képviselőtestület, a Zalavíz ZRT 2025 évi fejlesztési terve előadta a polgármester, az előterjesztést, mellékleteket és a határozati javaslatot is írásban kiadtuk, tisztelt képviselőtestület. Ugye, mint az előző napirendnél is mondtam, víziközmű szolgáltatásról szóló törvény az ellátás hosszú távú biztosíthatósága érdekében gördülőfejlesztési terv elkészítését írja elő, és ezt ennek benyújtása a hivatalunkhoz kötelező a törvény által. Az előterjesztésben tulajdonképpen a felújítási és pótlási tervrész 2025 évre vonatkozó feladatai, munkái szerepelnek. Ugye 25 évre vonatkozóan előre betervezett munkát nem tartalmaz ez az előterjesztés, viszont táblázatosan a találhatók azok a használati díjak, amelyek a felújítás és pótlási tervek fedezetére szolgálnak, valamint az ivóvízhálózat lenti kápolnai Máhonfa és a lenti, valamint a lenti szennyvízet érintően a beruházásokban szerepelnek. A beruházási tervet külön mellékletek tartalmazzák. Én arra kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy ezt az előterjesztést, illetve a határozati javaslatot véleményezni és elfogadni szíveskedjen. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Hozzászólás, vélemény? A napi rendet megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is, Ferenczi Róbert elnök úr. Legyen kedves elmondani a bizottság véleményét. Köszönöm, a bizottság az előterjesztés megtárgyalt és a határozati javaslatot támogatta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. A határozati javaslat is tartalmazza a munkálatokat. Amennyiben a határozati javaslatot elfogadjuk, kérem készfeltartással jelezni. Igen, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadták a képviselőtestet jelenlévő tagjai a határozati javaslatot. 7-es napirendi pontot lezárjuk. Kedves egészséget, Tibor! Megállapítom, hogy képviselőtestet 6 fővel folytatja tovább munkáját. 8-as napirendi pont következik. Partnerségi egyeztetés lezárása az egyedi kérelmek alapján általános egyeztetési eljárással folytatott településrendezési eszközök módosítása ügyében. Előadó polgármester az előterjesztést, a mellékletet, a határozati javaslatot írásban kiadtuk, tisztelt képviselőtestület. Lenti város település szerkezeti tervének a módosítása több területen is szükségessé vált, és ezek a módosítások valamennyi az önkormányzat által támogatott egyedi fejlesztési kérelmek alapján kerültek beillesztésre a szabályzat módosításához. 18 részterületet tartalmaz az előterjesztés, amennyiben valamelyik részterülettel kapcsolatban lenne kérdés, röviden mindegyik részterületet tartalmaz az előterjesztés, az ott elvégzendő módosításokat is
természetesen a törvénynek megfelelően. Tulajdonképpen a módosítás egyeztetési eljárása a kormányrendelet előírásai szerinti általános eljárás szerint történik. A kormányrendelet 66 paragrafusban meghatározottak alapján lefolytatásra került a partneri egyeztetés. A véleményezési szakaszban a partnerek és a véleményezésre jogosult szervek adhattak véleményt. A rendeletben meghatározottak szerint a partnerségi véleményezés során rendelkezésre álló egyeztetési időn belül észrevétel nem érkezett. Hadd fűzzem hozzá, hogy a véleményező szervek, tehát nem a partnerek, hanem a véleményező szervek részéről érkezett vélemények többsége tervi változtatást nem igényelt. Nyilatkozott az Alavár megyei kormányhivatal, állami főépítésze, környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási főosztály észrevételeket tettek, erre adott válaszokat, illetve tervi változásokat a határozati javaslat egyes számú melléklete tartalmazza is. Én arra kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. A napi rendet megtárgyalta a pénzügyi és városfejlesztési bizottság is. Megkérem elnök urat, ismertesse a bizottság véleménye. Köszönöm, polgármester úr, a bizottság is a határozati javaslatot javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, van-e kérdés a napi rendet illetően, rendezési tervet illetően? Úgy látom, nincs. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze, egyhangú igen megállapítója a képviselőtestület, 6 igen szavazattal a határozati javaslatot egyhangúan elfogadta. Köszönöm szépen. A 8-as napirendi pontot lezárhatjuk. 9-es napirendi pont következik. Megállapítom, hogy képviselőtestület 7 fővel folytatja tovább munkáját. 9-es napirendi pont pedig gazdasági ellátó szervezet lenti szervezeti és működési szabályzatának felvizsgálta előadó polgármester előterjesztést és a határozati javaslatot írásban kiadtuk. Tisztelt képviselőtestület! Kulmann és Simon Ágnes gazdasági ellátó szervezet lenti intézményvezetője jelezte, hogy a 2023. január 1 napjától hatályos szervezeti működési szabályzat több pontján változtatásra, módosításra lenne szükség. Módosítani kell többek között a 2.1 alapítókirat alpontot, az alapítókirat több ponton is módosításra került. Többek között székhely, irányító szerv székhely módosítást, illetve ennek a javítását kell végezni. Az időközben összevont nevelési oktatási intézmények elnevezésével, illetve székhelyével kapcsolatos változtatásokat szükséges átvezetni, és felvizsgálatra kerültek a gazdasági ellátó szervezet lenti szabályzatai, és az ott megállapítottakat is be kell építeni a szabályzatba, többek között két kormányzati funkcióval való kiegészítést, valamint a hatályos szervezet és működési szabályzatot engedélyezett létszám tekintetében is módosítani kell. A létszám keret nem változna, tehát továbbra is 28 fő főfoglalkoztatású dolgozó van, viszont a konyhai dolgozóknál csökkenne egy fővel a szakács dolgozók létszáma, és egy fővel pedig a konyhai kisegítő létszáma emelkedik. Tehát ebben a tekintetben szükséges az SMS módosítása. Megkérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot pedig
fogadjuk el. A napirendet megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, és megkérem elnök urat a bizottság véleményét is. Köszönöm, a bizottság az előterjesztés megtárgyalt és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat, vélemény? Úgy látom, nincs. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem készfeltartással jelezze. Igen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot, tehát a 9-es napirendi pontot lezárjuk, 10-es napirendi pont következik. Gazdasági ellátó szervezet lenti alapítókiratának felülvizsgálata. Előadó a polgármester. Az előterjesztést és a határozati javaslatot írásban kiadtuk, tisztelt képviselőtestület. Ez az előterjesztés szorosan kapcsolódik az előzőhöz, hiszen a gazdasági ellátó szervezet lenti intézmény vezetője Kulman és Simon Ágnes azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy lenti alapítókiratának módosítását adja jóvá. Elkészült az alapítókirat módosítása, ez az előterjesztés mellékletét képezi. A költségvetési terv székhely alapítás, átalakítás, megszüntetésre jogosult szerv székhelye tekintetében kell módosítást végezni. Ugye ennek a módosítása táblázatos formában is megtalálható az előterjesztésben. Jogszabályi hivatkozás módosítás szükséges a 4-es pontban. Gyermekek védelméről, gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ugye ez az új jogszabály, amelyet be kell illeszteni az alapítókiratba. A gazdasági ellátó szervezet lenti szabályzatai is felülvizsgálatot nyertek, és új alaptevékenység, illetve ezeknek a megjelölése is a kormányzati funkcióval való kiegészítésre nyert. Tehát ez is változott. Én arra kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az alapítókirat javasolt módosításait elfogadni szíveskedjék. A napirendet megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. Ferenci Róbert elnök urat kérem a bizottság véleményének közvetlenül. Köszönöm, polgármester. A bizottság az előterjesztés megtárgyalt és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? Van-e hozzászólás? Van-e vélemény vagy javaslat? Úgy látom, nincs. Aki a határozati javaslatot elfogadja, készfeltartással jelezze. Igen, Ferenci Róbert is. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk a határozati javaslatot. Köszönöm. És a napirendi pontot lezárhatjuk. 11-es napirendi pont következik. Tisztelt képviselőtestület, dr. Hetés Ferenc szakorvosi rendelőintézet támogatási kérelme. Előadó Ferenci Róbert, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke, az előterjesztést kérelmet és a határozati javaslatot is írásban kiadtuk. Megkérem elnök urat napirendet terjesszen, és ismertesse a bizottság véleményét is, tessék elnök. Köszönöm, polgármester, tisztelt képviselőtestület, a dr. Hetés Ferenc szakorvosi rendelőintézet gazdasági igazgatója nyújtott be pénzügyi kérelmet a lenti város önkormányzatához 600 000 forint összegben, melyben a szakorvosi rendelő épülete és az egészségfejlesztési iroda közötti szakaszon vízfolyás megszüntetésére és vízvezeték cső teljes cseréjének költségének fedezéséhez. A rendelőintézet lenti város önkormányzata az augusztus 12-én megérkezett további levelében kiegészítette a kérelmét, melyben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 24. augusztus 1-én elkészült a csőtörés megszüntetésre került, és a javítás költsége 635 000 forint. A fentiekre tekintetlenül a rendelőintézet költségvetése nem biztosít fedezetet, a rendkívüli dológiai kiadások fedezésére, ezért kéri a gazdasági igazgató az önkormányzat támogatását. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztés megtárgyalt és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm.
Van-e kérdés az előteresztéssel kapcsolatban, tisztelt képviselőtestület? Hozzászólás, javaslat, vélemény, egyéb közölni való? Amennyiben nincs, aki határozati javaslatot elfogadja, készfeltartással jelezze, igen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület jelenlévő tagjai itt igen szavazattal egyhangulag elfogadták a határozati javaslatot. Tehát a napirendet lezárhatjuk. 12-es napirendi pont következik, tisztelt képviselőtestület. Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet 2024 évi támogatási kérelmének módosítás előadó Ferenci Robert, pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke előterjesztést határozati javaslatot írásban kiadtuk. Megkérem elnök urat, hogy a napirendet terjessze és ismertesse a bizottság véleményét is, tessék el. Köszönöm, polgármester, tisztelt képviselőtestület, Lenti Város Önkormányzati Képviselőtestületének február 14-én kelt határozata alapján a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet részére egyes számú gyermekorvosi körzetben dolgozó asszisztens bérési járulék költségének fedezéséhez 4.698.000 forint támogatást állapított meg az önkormányzata. A támogatás első részletnek 2.349.000 forint, április 30-án elutalásra került a támogatott 1.870.907 forint összegben augusztus 12-én elszámolt. A rendelőintézetnek 478.093 forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyről a pénzügyi és városfejlesztési bizottság határozatban döntött. Mivel 2024. július 1-től Lenti Város önkormányzatához került a gyermekorvosi körzetben dolgozó asszisztens, ezért a még ki nem utalt támogatás összeg csökkentése indokolt. Az előterjesztést a bizottság megtárgyalt és a határozati javaslatot támogatta. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e kérdés elnök úrhoz a előterjesztéssel kapcsolatban? Van-e hozzászólás, vélemény? Nincs? Aki a határozati javaslattal egyetért készfeltartásra jelezze, igen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület jelenlévő tagjai 7 igen szavazattal egyhangulag elfogadták a határozati javaslatot. 12-es napirendi pontot lezárhatjuk. 13-as napirendi pont következik, tisztelt képviselőtestület. Lenti Mesevárovoda szervezet és működési szabályzatának felülvizsgálata. Előadó a polgármester, az előterjesztést, a szervezeti működési szabályzatot és a határozati javaslatot is írásban kiadtuk. Tisztelt képviselőtestület, az önkormányzat képviselőtestülete 2021. júniusában fogadta el a Lenti Mesevárovoda jelenleg hatályos szervezet és működési szabályzatát, tekintettel arra, hogy azóta változtak jogszabályok. Többek között a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023-as évi 52-es törvény, ez kiterjed a köznevelés területén működő munkáltatókra, a foglalkoztatotti jogviszonyban állókra, tehát szükséges volt a változtatás a dokumentáció területén. Szabóné Zakó Krisztina, Mesevárovoda igazgatója augusztus 27 napján megküldte az SMS-t és javasolja, hogy a jelenleg hatályos szervezeti működési szabályzat hatályon kívül helyezésével az új szervezeti és működési szabályzatot, az előterjesztés egyes szám mellékletét képező új szervezeti és működési szabályzatot fogadjuk el, és szeptember 2-án léphessen hatályba. A szabályzatban az intézmény működésére vonatkozó jogszabályok, intézménye jogviszonyban álló alkalmazottak, jogviszonyai is felülvizsgálatot nyertek, és az előterjesztés részletesen taglalja, hogy mely törvényi rendelkezéseket kellett figyelembe venni a dokumentum elkészítésekor. Ugye a nevelőtestület bevonásával készült el maga a dokumentáció, és amennyiben elfogadást nyer, akkor az intézmény honlapján közé teszi az intézmény. Tulajdonképpen a mindazokat a rendelkezéseket beillesztette az igazgatóasszony és a nevelőtestület is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Mesevár óvoda a jelenlegi új szabályozásnak megfelelően mindenki megelégedésére működjön. Az előterjesztést megtárgyalta a Kulturális és Ügyrendi Bizottság,
és megkérem Gáspár Lívia elnök asszonyt ismertesse a bizottság véleményét. Köszönöm szépen. A napi rendi pontot a bizottság megtárgyalta, és az új szervezeti működési szabályzatot, amelyet polgármester úr a bizottsági ülésen is ismertetett, elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van egy kérdés a szervezet és működési szabályzattal kapcsolatban? Nincs. Elég terjedelmes, 167 oldal. Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem készfeltartásra jelezze. Egyhangulag elfogadtuk a határozati javaslatot, 7 igen szavazattal. Köszönöm szépen, azt a lehetőséget. Tehát a 13-as napirendi pontot lezáratjuk. 14-es napirendi pont következik. A Lenti Mesevár óvoda alapítókiratának felvizsgálata előtt adó itt is a polgármester előterjesztést és a határozati javaslatot írásban kiadtuk, tisztelt képviselőtestület. Ez kapcsolódik az előző napirendi ponthoz, ez az előterjesztés. Az önkormányzat 214/2024-7.31 ÖKT számú határozatával döntött arról, hogy a Mesevár óvoda alapítókiratát módosítja. Tulajdonképpen a módosítás időpontját kell figyelembe venni akkor, amikor egy ilyen dokumentációt a képviselőtestület elé terjesztünk, ugye intézmény átszervezést jelent, tehát gyakorlatilag, mivel ez abban, nem abban az időszakban történt, amelyet a számunkra a hatályos jogszabályok előírnak, emiatt a szükséges a képviselőtestület határozatának hatályon kívül helyezése, és a folyamatban lévő eljárás visszavonása természetesen, amikor a eljön az ideje, akkor ismételten előterjesztjük a dokumentumot. Van-e kérdés? Hozzászólás, vélemény? Napirendet megtárgyalt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. Elnök urat kérem bizottság véleményének közlésére. Köszönöm az előterjesztést, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalt és a határozati javaslatot elfogadásra javasol. Köszönöm szépen. Van-e kérdés azóta? Nincs, köszönöm. Aki a határozati javaslata egyetért készfeltartásra jelezze, egyhangú igen, köszönöm szépen. 14-es napirendi pontot tehát lezáratjuk. 15-ös napirendi pont következik. A házi orvosok támogatási kérelme lesz. Előadó Ferenci Róbert pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke előterjesztést, határozati javaslatot itt is írásban kiadtuk. Megkérem elnök urat, hogy a napirendet terjeszte és ismertesse a bizottság véleményét is, tessék. Köszönöm, polgármester, tisztelt képviselőtestület. Az önkormányzat az alapellátás körében tartozó házi orvosi körzetek vonatkozásában a házi orvosi rendelők üzemeltetésével kapcsolatban felmerült víz, áram és földgáz költségeket 2022. november 1-től teljes körön ellátja. A házi orvosok részére 2023-ban megállapított támogatások nem voltak elegendők, még a 23 évi gázköltségek fedezésére sem, ezért újabb támogatási kérelmet nyújtottak be már 23 évben és 24 évben is a várható gázdíjszámlák finanszírozására. Azt, dr. Szalai Tamás Lenti házi orvos a Lenti 1 és 3-as számú házi orvosi körzethez tartozó felhasználási hely működéséhez kért 1.700.000 forint összegű támogatást közüzemi díjgázköltség támogatásához, valamint dr. Seresné dr. Pirho Felkatarin egészségügyi szolgáltató BT képviseletében. A Lenti 2-es számú házi orvosi körzethez tartozó felhasználási hely működéséhez 1.500.000 forint összegű támogatást kért a házi orvosi rendelő közüzemi díj gázköltség támogatásához. Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalt és a határozati javaslatot támogatta. Javaslatokat mindkét rendelő esetében. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Van-e hozzászólás, vélemény a támogatásokkal kapcsolatban?
Úgy látom, nincs. Két határozati javaslat van, tisztelt képviselőtestület, aki az egyes határozati javaslattal egyetért, dr. Szalai Tamás támogatást illetően. Egy hangú igen, köszönöm. Aki a kettes határozati javaslatot támogatja, készfeltartással jelezze. Ez is egy hangú. Megállapítom, hogy mindkét határozati javaslatot képviselőtestület jelenlévő tagjai két igen szavazattal egyhangulag támogatták. 15-ös napirendi pontot lezárhatjuk, 16-os napirendi pont következik. Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása előadó Ferenczi Róbert, pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke. Az előterjesztést határozati javaslatot írásban kiadtuk. Megkérem elnök urat, hogy a napirendet terjessze el és ismertesse a bizottság véleményét. Köszönöm, polgármester, tisztelt képviselőtestület. A pályázat célja az önkormányzatok rendkívüli támogatása, települési önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. Támogatás formája visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában jelenik meg. Támogatás mértéke egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együtt állapítják meg. A települési önkormányzatok az alábbi jogcímen jogosultak támogatási igényt benyújtani, közüzemi díjtartozás, élelmiszerbeszállítók felé fennálló tartozások, bérjellegű fizetéshez kapcsolódó tartozások. Beszámoló alapján az önkormányzat által kimutatott magyar államkincstárát a megállapított fizetési kötelezettségre, jogerős végrehajtott bíróságítélet alapján önkormányzatot terheli fizetési kötelezettségre, helyi iparüzési adó visszafizetésére, egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó tartozásokra és egyéb tartozásokra. A pályázat benyújtása legkésőbb 2024. október 15-ig lehet, legfeljebb 3 alkalommal. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén, pedig október 15-ét követően is benyújtható a pályázat. Döntéshozatal legkésőbb 2024. december 11-e. Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalt és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Van-e kérdés, tisztelt képviselőtestre? Előterjesztéssel kapcsolatban van-e hozzászólás, vélemény? Nincs. Aki a határozati javaslatot elfogadja, készfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy jelenlévő képviselőtestületi tagok egyhangulag 7 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatot. Hát 16-os napirendi pontot tehát lezárhatjuk. 17-es napirendi pont következik. Lenti város önkormányzata 2024 évi éves összesített közbeszerzési tervének kettes számú módosítása. Előadó polgármester az előterjesztést, mellékleteket és a határozati javaslatot írásban kiadtuk. Tisztelt képviselőtestület, a 2024 évi összesített közbeszerzési tervünk elkészült, ennek módosítására ez idáig egy alkalommal került sor, most a következők miatt kell módosítani. Lenti Bánfi Miklós utca északi oldalán van egy terület a 979-es helyrajzi számú ingatlanok és a 974 számú helyrajzi számú ingatlanok előtti útszakaszon. Melléklet szerint csapadékvíz elvezetési problémák miatt szükséges új folyók a beépítése, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, hiszen ugye a belterületi csapadékvíz elvezetés vízrendezés Lentiben projekt keretében Bánfi Miklós utca érintett, és ezért kell tulajdonképpen egy közbeszerzési tervmódosítást elvégezni és egy közbeszerzési eljárást lefolytatni. Módosítás tervezete előterjesztés és egyes számú mellékletét képezés ugyancsak megtalálható dr. Bakó Zoltán felkért külső közbeszerzési szakértő véleménye is, ez is az előterjesztés mellékletét képezi. A napirendet megtárgyalta a egészségére Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. Megkérem elnök urat, ismertesse a bizottság véleményét. Köszönöm. A bizottság az előterjesztés megtárgyalt és a határozati javaslatot támogatta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Van-e kérdés, tisztelt képviselőtestület? Hozzászólás, vélemény? Nincs. Aki a határozati javaslatot elfogadja, készfeltartásra jelezze.
Egyhangú igen. Képviselőtestület jelenlévő tagjai 7 igen szavazata egyhangulag elfogadták határozati javaslatot. 17-es napirendi pontot lezárhatjuk, 18-as napirendi pont következik. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a lakossági LED csere program megvalósításához előterjesztő a polgármester. Előterjesztést határozati javaslatot írásban kiadtuk. Tisztelt képviselőtestület, örvendetes dolog, hogy a ismét van lehetőség arra, hogy energiatakarékos projektben vegyünk részt, ha csak kis mértékben is, de a lakosság a legutóbbi lehetőségnek is örült, hiszen SZIEB Energia Megoldások Kft. Kereste meg akkor is az önkormányzatot, hogy egy ingyenes LED-csele programhoz történő csatlakozás van folyamatban, illetve erre van lehetőség. A lakosság költségeinek visszaszorítása, energiatakarékossága cél. Program megvalósulása érdekében ismét első lépésként egy együttműködési megállapodást kell kötni adatfeldolgozási szerződéssel, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy a program végrehajtásához átadó pontot jelölünk ki, felelős munkatársat jelölünk ki, és biztosítjuk a leszállított világító testeknek a tárolását, illetve az átadását is. Természetesen tájékoztatjuk a településen élőket, hogy hogyan, mi módon lehet ebben a programban részt venni. Természetesen akkor, amikor létrejön az önkormányzattal illetve a KFT-vel a szerződés, és ennek megfelelően mikor lehet majd regisztrálni a rendszerbe. Ugye a regisztráció egy erre biztosított internetes felületen lehetséges, volt lehetséges, és ez ezután is így lesz. Tehát csak azok vehetnek részt a programban, akik az energiaszámlájuk adatait, saját adataikat leközölve regisztrálnak a rendszerben. Én javaslom a tisztelt képviselőtestületnek, hogy kapcsolódjunk be a programba. Önkormányzatnak külön költségbe nem kerül, illetve költségtérítés sem illeti meg az önkormányzatot, viszont a lakosság számára pedig hasznos. Kérem a tisztelt bizottság elnököt, Ferenci Róbertet, hogy ismertesse a bizottság véleményét a határozati javaslattal kapcsolatban. A bizottság az előterjesztés megtárgyalta és támogatja a csatlakozást a LED-csere programhoz és a határozati javaslatot. Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat, vélemény? Úgy látom, nincs. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Egyhangú igen, 7 igen szavazattal a képviselőtestület tagjai elfogadták a határozati javaslatot. 18-as napirendi pontot lezárhatjuk. 19-es napirendi pont következik, tisztelt képviselőtestület. Lenti belterület 94/2-es helyrajzi számú közút elnevezése előadó polgármester. Az előterjesztést, a mellékleteket és a határozati javaslatot is írásban kiadtuk. Tisztelt képviselőtestület, ugye központi címregiszterben egységes címkezelés érdekében van arra szükség, hogy minden belterület és külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen épület található. Hát ezt most pont olyan helyszínt érint Lenti városában, amelyen épületek találhatók, hiszen a Lenti belterület 94/2 helyrajzi szám alatti belterület a 87-es helyrajzi számú Dózsa-György út elnevezésű közútról, tehát magyarul a körforgalomtól leágazó és Lenti belterület 391 helyrajzi szám alatti sugárút elnevezésű közút között elhelyezkedő országos közút művelési ingatlannak az elnevezéséről szól. Tehát még egyszer,
irányítja a körforgalom, a város központjában lévő körforgalom, és a sugárútnak a, mondhatnám úgy is, lenti kápolna felé vezető egy rövid szakaszának az elnevezését, és az ehhez kapcsolódó egységes címkezelés érdekében ez itt található épületeket kell átszámozni, illetve házszámmal ellátni. Javaslom ennek az ingatlan résznek sugárútnak történő elnevezését. Az előterjesztést megtárgyalta a Kulturális és Ügyrendi Bizottság is, és ők is javasolják a sugárút elnevezés használatát. Megkérem elnök asszonyt, hogy erősítsen meg, hogy ez volt a bizottság. Köszönöm döntése. Szépen, a bizottság is javasolja a sugárút elnevezést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát a helyzet rendezése megtörténik. Én úgy tudom, hogy néhány ingatlant érint csak az adott területen, és ugye ez a címhez kapcsolódó dokumentációt kell kiegészíteni, illetve megváltoztatni esetleg az iratokban, személyigazolvány, illetve lakcímkártyában átjegyeztetni, esetleg céges iratokban a változást. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény, javaslat, más javaslat esetleg? Nincs. Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézzeltartásra jelezze. Egyhangú igen, 7 igennel elfogadtuk a határozati javaslatot, tehát a 19-es napirendi pontot lezárhatjuk. 20-as napirendi pont következik. A TOP kötőjel 2.1.2 kötőjel 15 kötőjel ZA1 kötőjel 2016-00006 azonosító számú Lenti Zöldváros kialakítása című pályázat keretében megépített lenti 949/13 helyrajzi szám alatt felvett komfortpont megnevezésű ingatlan bérbeadása. Előadó polgármester az előterjesztést alaprajzot határozati javaslatokat írásban kiadtuk. Ugye a határozati javaslatok tartalmazzák a pályázati feltételeket is. Tisztelt képviselőtestület, tehát az általam ismertetett című pályázat keretében valósult meg a gyógyfürdő közelében a játszótér, illetve az a komfortpont nevű objektum, amelynek a bérbeadására teszünk ismételten javaslatot, illetve így válik majd lehetővé. Volt egy felhívás ennek az üzemeltetésére, sajnos a felhívás határidejének lejártáig nem érkezett pályázat, tehát augusztus 6-án 10 óráig nem érkezett pályázat. Így szükséges eredménytelenné nyilvánítanunk a korábbi pályázatot és új pályázat kiírásáról dönteni. Tulajdonképpen a maga az objektum is, illetve a játszótér és a sportpályák is úgy érzem, hogy közmegelégedésre működnek, de a lehetőséget továbbra is fenn kell tartanunk, hiszen a pályázatban szerepelt lehetőségként ennek az objektumnak a bérbeadása működtetésre, és bízunk benne, hogy a rendelkezésre álló határidőig, amely, ha jól emlékszem, 2025. január 10-e, nem, január 7-e, érkezik majd pályázat. Minden felvilágosítást a polgármesteri hivatal nyújt az esetleges érdeklődőknek, pályázóknak. Természetesen a pályázat meg fog jelenni a Lenti Város honlapján, és ott is megismerhetők majd a feltételek. A napi rendet megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is. Megkérem elnök urat, ismertesse a bizottság véleményét. Köszönöm, polgármester, a bizottság az előterjesztés megtárgyalt, és mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás, esetleg javaslata pályázattal kapcsolatban, vélemény?
Nincs. Amennyiben nincs, aki az egyes határozati javaslat elfogadását támogatja, mely szerint eredménytelnek nyilvánítjuk a korábbi pályázatot, készfeltartással jelezze. Egy hangú igen, köszönöm szépen. Kettes határozati javaslata nyílt pályázat kiírásáról rendelkezik, aki egyetért a határozattal. Ez is egy hangú, megállapítom, mindkét határozati javaslatot egyhangulag elfogadta a képviselőtestület 7 igen szavazattal. A 20-as napirendi pontot tehát lezárhatjuk. 21-es napirendi pont következik, tisztelt képviselőtestület. A TOP kötőjel 2.1.2 kötőjel 15 kötőjel ZA1 kötőjel 2016-00006-os azonosító számú lenti zöldváros kialakítása cím pályázat keretében a lenti 949/13-as helyrajzi számú ingatlanul kialakított játszótér és sportpályák üzemeltetése. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a pályázati előzményeket, azt is, hogy milyen rendelkezések vonatkoznak erre a területre, erre a játszótérre, illetve magára a sportpályára, a sportpályákra és a játszótérre is, és természetesen azt is tartalmazza, hogy pályázatot írtunk ki a működésre, sajnos nem jelentkezett a ajánlat ennek a szolgáltatás és üzemeltetési szerződés keretében történő működtetésére. Augusztus 6-án 10 óra 30-ig kellett benyújtani pályázatot, nem érkezett pályázat. Így hát eredménytelni kell nyilvánítanunk itt is a pályázati eljárást, és új nyílt pályázatot írunk ki, felhívást teszünk közzé az önkormányzati ingatlan és eszközök üzemeltetésére vonatkozólag. A felhívást részletesen tartalmazza a határozati javaslat itt is. 2025. január 7 napja a határidő, és természetesen a polgármesteri hivatalban kell érdeklődni, hogy mi az, amit tartalmazni kell a pályázati ajánlatnak, illetve milyen kötöttségek vannak az üzemeltetésre vonatkozólag. Van-e kérdés, tisztelt képviselőtestület, ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban? Hozzászólás, vélemény? A napirendet megtárgyalt a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnök urat, kérem bizottság véleményének közlését. Köszönöm, polgármester, tisztelt képviselőtestület, a bizottság az előterjesztés megtárgyalt, és mint hasonlóan az előzőhöz mindkét határozati javaslatot egyhangulag elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény, javaslat? Nincs. Itt is két határozati javaslat. Az első a legutóbbi eljárásnak a határon kívülhelyezése, illetve eredménynek nyilvánítása, aki ezzel egyetért. Egy hangú igen, köszönöm szépen, és a kettes határozati javaslat ebben az esetben is nyílt pályázat kiírása a játszótér sportpályák szolgáltatás üzemeltetési szerződés keretében történő működtetésére, aki egyetért. Egy hangú igen, megállapító, hogy mindkét határozati javaslatot egyhangulag elfogadta a képviselő testület 7 igen szavazattal. Tehát a 21-es határozati javaslat, 21-es napirendet lezárhatjuk. 22-es napirend következik, a 75-164-es lenti egyi bekötő úton megépült körforgalom végleges területrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala. Ez tehát a 22-es számú napirend, amely következik. Előadó polgármester előterjesztést, helyszínrajzot, határozati javaslatokat írásban kiadtuk. Tisztelt képviselőtestület, mint tudjuk, létesült a lenti Petőfi úthoz csatlakozva lenti hegy felé vezető és több irányba leágazó műtárgyakkal egy körforgalom. A Magyar Közút Nonprofit ZRT beruházásában a cég arról tájékoztatta, az igazgatóság arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy
itt a Bekötő út 0+200 Szelvény és Hegyalja utca csatlakozásához megépült körforgalmi csomópont végleges területrendezésének előkészítése van folyamatban. Tervezik az előteresztésben közölt bontásban a telekcsoport újraosztását és végleges földrészletek kialakítását. Tehát az Lenti Város Önkormányzatának a körforgalom Hegyalja utcai ága, amely ugye bevezet a amely Lenti hegy felé vezet, nem, amely a Pinzner BT felé vezet, ez lenne egy új ág, körforgalom hármasága, a T1-jelű gyűjtőút, belterületi önálló kerékpárt és a körforgalom középszigete lenne Lenti városé. Azzal a megjegyzéssel, hogy a középszigetnek a karbantartását, illetve a gondozását azt a pályázat lezártáig a kivitelező cégnek kell vállalni. És a magyar államnál maradna a körforgalom egyesága, tehát a lenti egyi bekötő útszakasz, a Harangláb utca, a körforgalom négyes ága, tehát a körforgalom körpályája, illetve a lenti egyi bekötő út másik szakasza. A végleges ingatlanrendezés tervezett állapotát táblázatosan tartalmazza az előterjesztés, és ugyanakkor a közúti közlekedésre szóló 988 évi 1-es törvény rendelkezéseit, amelyek a jelen előterjesztésre vonatkoznak, ezt is. Maga az átadás tulajdonképpen a ingatlan nyilvántartáson való átvezetéssel együtt ingyenesen könyv szerinti értéken történik az önkormányzat részére, és az önkormányzat köteles átvenni ezeket a szakaszokat, amelyeket átadnak. A telekalakítási eljárást követően kialakuló lenti 0199/7-es helyrajzi számú ingatlan esetében az önkormányzatnak nyilatkozni kell a térítésmentes átvétel érdekében, arra vonatkozóan, hogy közfeladat ellátásának elősegítése érdekében történik-e, illetve említettem a Középszigetnek, a körforgalom Középszigetének fenntartását 2027. november 30-ig zöldfelület utógondozásával együtt a kivitelező cég kell, hogy elvégezze. A napirendet megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. Elnök urat kérem a bizottság véleményének közlésére. Köszönöm, a bizottság az előterjesztés megtárgyalt és a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja egy hangulat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát határozati javaslat szám szerint 3 darab található az előterjesztésben. Van-e ezekkel kapcsolatban kérdés? Ugye azokat a területeket, amelyeket át kell, hogy vegyünk a törvényi rendelkezés alapján, azokat átvesszük, illetve 2. számú határozati javaslatban van az általam már ismertett 0199/7-es helyrajzi számú ingatlant nem javasoljuk átvenni. Ezzel kapcsolatban van-e más javaslat? Nincs. Aki az egyes határozati javaslatot elfogadja, készfeltartásra jelezze. Igen. Egyhangú igen. Köszönöm szépen. 2. határozati javaslatot alaki egyetért. Ez is egyhangú igen. És a 3. határozati javaslat tulajdonképpen ez a körforgalomnak a gondozása. Ez is egyhangú, igen, megállapítom, mindhárom határozati javaslatú képviselőtestület jelenlévő tagjai egyhangulag elfogadták. Tehát a 22-es napirendi pontot lezárhatjuk, 23-as következik, tisztelt képviselőtestület. Döntés a Keep Young and Fit projektben a határon átnyúló együttműködési megállapodás megkötéséről. Előadó a polgármester. Az előterjesztést és a határozati javaslatot írásban kiadtuk. Tisztelt képviselőtestület, a Keep Young and Fit projektünk
legnagyobb örömünkre a fiatalokat célozza meg, mint ahogy az angol neve is mondja. Cél az, hogy kiegészítse a projekt saját eszközeivel és hatékonyabbá tegye a program területen működő ifjúsági egészségügyi prevenciós rendszereket. Azokon a területeken szeretnénk bevetni a projektet, ahol az általános iskolások testi jólétének javítását célzó intézkedések közül már néhányat végrehajtanak. Együttműködünk a szlovén partnerrel, a szlovén televízióval, a szlovén egészségügyi intézettel bekapcsolódott a projektbe az önkormányzat mellett a lenti egészségfejlesztési iroda és a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Zalaegerszeg Városi Televízió is. Folyamatosan tudósítunk a projekt állásáról, és végül is a projekt olyan szakaszban van, hogy ebben a most kezdődő tanévben szeretnénk a projektet mondhatnám úgy is, hogy apró pénzre váltani, és a fiatalság körében az egészséges táplálkozás és az egészséges mozgás jótékony hatásait propagálni és bemutatni. Ezeket segíti majd a saját eszközeivel a média, akik bent vannak a projektben, és készül egy közös stratégia, közös tanterv kidolgozása lesz a projekt egyik feladata, és remélhetőleg a intézményközi együttműködést fogja majd segíteni ez a projekt. Együttműködési megállapodás megkötése is a cél a projektben. A projektpartnerek vállalásait tartalmazza részletesen az előterjesztés, ez összhangban van a projektnek a tartalmával és a céljaival. Arra kérem a tisztelt képviselőtestület, az előterjesztést vitassuk meg, és a határozati javaslatot fogadjuk el. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Hozzászólás, vélemény, javaslat? A napi rendet megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is. Megkérem elnök urat ismertesse a bizottság döntését. Köszönöm, a bizottság az előterjesztés megtárgyalt és a határozati javaslatot támogatta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat, vélemény? Úgy látom, nincs. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. 7 igennel egyhangulag elfogadtuk a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Tehát a 23-as napirendi pontot lezáratjuk. 24-es napirendi pont következik. Tisztelt képviselőtestület, a lenti 0264/44-es helyrajzi számú ingatlan művelési ág megváltoztatásához szükséges döntés meghozatala. Előadó polgármester előterjesztést, határozati javaslatot itt is írásban kiadtuk. Tisztelt képviselőtestület, az előterjesztés egy oldalon tartalmazza tulajdonképpen, hogy miről is van szó. A Gyógyfürdő Kft. Által tervezett napelempark kialakításához kell egy szántó művelési ágú termőföld végleges más célú hasznosítását támogatni. Közforgalom, tehát a végleges más célú hasznosítás célja lenti 0264/44-es helyrajzi szám ingatlanra közforgalom elől elzárt magánút létesítése. Ennek az eljárási költsége szerepel, ugye földvédelmi eljárás 30 000 forint, illetve a termőföld védelméről szóló törvény rendelkezéseit szerepelteti az előterjesztés. Tulajdonképpen ugye is a magánútnak a fogalmát, hogy ez mit is jelent. Én javaslom a határozati javaslat elfogadását a tisztelt képviselőtestületnek. Napi rendet megtárgyalta egyébként a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is. Megkérem elnök urat ismertesse a
bizottság javaslatát. Köszönöm, a bizottság az előterjesztés megtárgyalt és a határozati javaslatot támogatta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat, vélemény? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, készfeltartása jelezze. Egyhangú igen, hét igen szavazattal. Köszönöm szépen. A 24-es napirendi pontot lezárhatjuk. 25-ös napirendi pont következik. Tisztelt képviselő testület. Lenti Bánfi Miklós utca 12-es számú 1201 helyrajzi számú ingatlanon vezetékő bejegyzéséhez, területre vonatkozó helyépítési szabályzat módosításához szükséges döntések meghozatal előadó a polgármester előterjesztést határozati javaslatot írásban kiadtuk, tisztelt képviselőtestület. Az ingatlan tulajdonképpen a Bánfi út és a Gyöngyvirág út kereszteződésében található. Ezen a területen került kivitelezésre a termálvíz, termelő visszasajtó rendszer egyik vezeték eleme húzódik át ezen a területen. A Városgazdálkodási Kft., mint a rendszer engedélyese és üzemeltetője adott be kérelmet arra vonatkozóan, hogy az ingatlan létesített termálvezetékre vezeték jogot, és annak egy-egy méteres védőtávolságát földhivatali ingatlan nyilvántartásba szeretné bejegyeztetni. Kéri a telek tulajdonosának, azaz önkormányzatnak a hozzájárulását, és ehhez szükséges az is, hogy ennek a területnek a helyépítési szabályzatban való övezeti besorolása megváltozzon. Ennek a változtatást is be kell jegyezni, illetve ezt is szeretném javasolni a tisztelt képviselő testületnek. Az ezzel kapcsolatos technikai költségek, illetve ennek az ideje, ennek az átvezetés ideje, ugye ez nem rövid idő, ez több hónapot is igénybe vehet, a költségeket pedig a Városgazdálkodási Kft. Kérésére az önkormányzat költséget és terhére biztosítja. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény, javaslat? Aki a határozati javaslatot elfogadja, illetve előtte a bizottság véleményét szeretném kérni, elnök úr. Köszönöm. A pénzügyi és városfejlesztési bizottság is megtárgyalt az előterjesztést, és a határozati javaslatokat támogatta. Köszönöm szépen, és van egy másik bizottsági véleményünk is, tisztelt képviselőtestület. Felügyelő bizottsági véleményt megküldte a Lenti Városgazdálkodási Kft. Felügyelő bizottsága, és a képviselőtestületnek javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Nincs. Tehát akkor most következett a határozati javaslat elfogadása, aki egyetért a határozati javaslat a készfeltartása jelző. Egyhangú igen, köszönöm szépen. Tehát a 25-ös, ja, egy... Egyes, még egy van. Pillanat. Ja, mert néztem, hogy itt a kettő darab van. Igen. Az egyes határozati javaslata a védőtávolság bejegyzése. Aki ezzel egyetért, köszönöm szépen a segítséget. Köszönöm. A kettes határozati javaslat pedig az építési övezetbe való átsorolás. Köszönöm, jegyzőt. Egyhangú igen mind a két határozati javaslat esetében. Köszönöm szépen. A 25-ös napirendi pontot tehát lezárhatjuk. 26-os napirendi pont következik.
Szerkesztett képviselőtestület, lenti 6581-es helyrajzi számúttal kapcsolatos kérelem elbírálása, előadó polgármester, előterjesztést, a mellékletet, határozati javaslatot írásban kiadtuk, csak röviden, tisztelt képviselőtestület, kérelem érkezett be a lenti 6581 helyrajzi számú kivett közút természetben Csiburai utca 6605-ös helyrajzi számú ingatlan déli telek határának vonalában lévő 25 méteres szakasz megvétele ügyében. Ennek az útszakasznak a tulajdonképpen a nyomvonala, illetve maga az útszakasz a kérelmező tulajdonában lévő ingatlanokhoz nyúlik le, és az utolsó telkek a kérelmező tulajdonában vannak. Gyakorlatilag a maga az útszakasz, tehát ez egy zsák utcának a vége, itt tudnak megfordulni a járművek, hát ugye szépségében, hogy ennek az útnak az utolsó 21 néhány méterét a kérelmező lezárta, ennek a jogszabályellenes voltára felhívtuk a figyelmet, szeretné rendezni magát a helyzetet, és ezért kéri, hogy ezt az útszakaszt az önkormányzat részére adja el. Ugye természetesen a nemzeti vagyonról szóló törvény szabályozza azt, hogy ennek a területnek milyen a státusza, és ez végül is egy forgalomképtelen terület jelenleg. Tehát ennek a státuszának egyrészt a megvizsgálása szükséges, a környező területeknek a tulajdonjogának a feltárása szükséges, amelyekhez ez az út vezetésbejárást biztosít. Tehát ezeket meg kell a képviselőtestületnek, illetve amennyiben a polgármester felhatalmazást kap el, akkor a polgármesternek és a hivatalnak vizsgálni, és utána kerülhet sor a döntésre, hogy van-e lehetősége az értékesítésnek, vagy nincs. És ugye a határozati javaslat értelmében arra kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy hatalmazza fel a polgármestert a továbbiak intézésére, és amennyiben eredmény lesz, és természetesen lesz eredmény a vizsgálatnak, akkor erről a tisztelt képviselőtestületet az előírt formában tájékoztatni fogom. Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat, vélemény? Ugye a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Elnök urat kérem a bizottság véleményének közlésére. Köszönöm, polgármester, a bizottság az előterjesztés megtárgyalt és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Nagyon rövid. Köszönöm szépen. Van kérdés, hozzászólás elnök úr javaslatával kapcsolatban, előterjesztéssel kapcsolatban? Aki a határozati javaslatot támogatja, kézfertartásra jelezze. Egyhangú, igen, köszönöm szépen. Tehát a 26-os számú napirendi pontot lezárhatjuk. 27-es napirendi pont következik. Önkormányzati vagyoni ügy. Előadó Ferenczi Róbert, pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke. Az előterjesztést, határozati javaslatot itt is írásban kiadtuk, tisztelt képviselőtestület. Megkérem elnök urat, hogy a napirendet terjessze elő, és ismertesse a bizottság véleményét is. Köszönöm, polgármester, tisztelt képviselőtestület, a lenti kistérség többszörös társulása 21.324/21.369 tulajdoni hányadát és Ramocsa község önkormányzata 45/21.369 tulajdoni hányadát képezi a lenti templomtér 10 szám alatti 17,6 négyzetméter alapterületi garázs ingatlan. Az ingatlan értékesítéshez szükséges ingatlanforgalmi értékbecslés elkészült, az értékbecslő aktualizálta az ezelőtti értékbecslést, és megállapította az ingatlan bételárát 5.120.000 forintba.
Lenti város önkormányzata képviselőtestülete a 24 évi költségvetés terhére megvásárolja a lenti templomtér 10 szám alatt 17,6 négyzetméter alapterületi garázs ingatlan tulajdoni hányadát a kistérségi társulástól, valamint 5.109.218 forint vételáron, valamint Ramocsa község önkormányzatának tulajdoni hányadát pedig 10.782 forint vételáron, amennyiben az érintett ingatlan per teher és igénymentes. Az előterjesztést a bizottság megtárgyalt, és a határozati javaslatot, tehát a vásárlást elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Van-e kérdés az önkormányzati vagyoni ügyhöz? Tisztelt képviselőtestület, hozzászólás, vélemény, javaslat? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartásra jelezze. Egyhangú igen, köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a határozati javaslatot képviselőtestület jelenlévő tagjai 7 igen szavazattal egyhangulag elfogadták. A 27-es napirendi pontot lezárhatjuk, és 28-as napirendi pont következik, tisztelt képviselőtestület. Lenti Mesevár óvoda pedagógiai programjának felülvizsgálata, előadó a polgármester, előterjesztést, határozati javaslatot írásban kiadtuk, tisztelt képviselőtestület. Azért néhány szóval a Mesevár óvoda pedagógiai programjával kapcsolatban. Ugye legutóbb a 334/2018-as határozattal fogadtuk el a jelenleg hatályos pedagógiai programját az intézménynek, köznevelésről szóló törvény alapján az óvodai nevelés alapelveit az óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg, ennek alapján készítik el a helyi pedagógiai programot, és ennek alapján folyik az adott nevelési intézményben a munka. Ezt a programot a nevelőtestület a szülők vezetésével, a szülők bevonásával készíti el, és az igazgató Szabóni Zakó Krisztina küldi az önkormányzathoz, ez meg is történt, és javasolja az igazgatóasszony, hogy a jelenleg hatályos pedagógiai programot helyezzük hatályon kívül, és ezzel egyidejűleg szeptember 1-i hatályba lépéssel kerüljön elfogadásra az előterjesztés egyes számú mellékletét képező új pedagógiai program. Ugye ebben is figyelembe kell venni a legutóbbi törvényi változásokat, figyelembe kell venni a pedagógusokra vonatkozó értékelési rendszer előírásait, ugye bevezetésre kerül a kréta rendszer, alkalmazásra kerül az óvodában, ugye ezekre fel kell készülni, ezeket szerepeltetni kell a dokumentációba, és természetesen maga a pedagógiai program tartalmazza a mellékletekkel együtt a Mesevár óvodának a nevelési rendszerét, a Mesevár óvoda egész éves nevelő munkájának szabályozását is úgy, mint eddig, természetesen aktualizálva és beépítve mindazokat a módosításokat, amelyek szükségesek voltak. A napirendet megtárgyalta a Kulturális és Ügyrendi Bizottság, megkérem Gáspár Lívia elnökasszonyt ismertesse a bizottság véleményét. Köszönöm szépen, a napirendi pontot a Kulturális és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja, és ez 2024. szeptember 1-től lép életbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Itt is ugye 100 oldalt meghaladó dokumentumról van szó, ennek minden mellékletével, kiegészítésével együtt. Ezt a bizottság természetesen áttekintette, áttárgyalta. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, tisztelt képviselőtestület, hozzászólás, javaslat? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
egyhangú igen, megállapítom, hogy a határozati javaslatot képviselőtestület jelenlévő tagjai 7 igen szavazattal egyhangulag elfogadták. Köszönöm szépen. És tisztelt képviselőtestület, 28-as napirendi pontot lezárhatjuk, és a napirendek tárgyalásának ezzel végére értünk. Megköszönöm a részvételt, megköszönöm a Városi Televízió nézőinek kitartó figyelmét, a hivatal előkészítő munkáját. Az ülést bezárom, a képviselőtestület zárt ülésen folytatja munkáját.